Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Múzsa című kulturális magazin műsorunkat látják. 25. alkalommal nyílt ki a kalocsai kincsesláda. Sok ember mesélt arról, mi zajlik a hagyományőrzők házában. Volt szó többek közt a viseletekről, a táncról, a felélesztett régi szokásokról, a korábbi eseményekről és a tervekről is. Nem tájház, nem múzeum. Ez a hagyományőrzők háza, ami tulajdonképpen egy közösségi tér, egy alkotóműhely, ahol múlt és jelen összeér. Igazából elég régóta tervezgettük, hogy egy közösségi házat lenne jó valahol létrehozni, és én azt nem is tudom, hogy konkrétan ez az épület. Ez valószínűleg a pályázat kapcsán ott üresen állt, és mivel volt egy igény, volt egy szabadon álló ház, így társult a kettő, tehát ez egy váratlan szerencse, hogy így összejött a kettő. Mi egy közösségi teret, házat szerettünk volna, ahol össze lehet jönni, és ahol olyan népszokásokat lehet föleleveníteni, amelyek már esetleg feledőbe mentek, vagy már kevésbé vannak benne a hétköznapjainkban. Ezért szerettük volna ezt, és hát ez volt az ötlet. Mi volt az első alkalom, amikor tényleg valami programmal telt meg ez a ház? Hát a házszentelő természetesen, mint hagyományőrzők, hát a birtokunkba csak úgy vehettük ezt a házat, hogyha házszentelő előzi meg, vagy történik, és hát dr. Mészáros István templomigazgató úr volt az, aki jött és fölszentelte nekünk ezt a házat. A kézműveseink természetesen a házszentelőre már elkészítették a házi áldást, ami azóta is ott függ a falon. És hát ez volt az első olyan esemény, ami azt hiszem, hogy elég széles érdeklődése, vagy nagy érdeklődése tartott számot. Egyértelmű volt az, hogy mi mindent tudtok ott megmutatni? Tehát itt például a tárgyakra, az eszközökre gondolok. Nem, akkor mi még nem is tudtuk olyan gyorsan eldönteni, hogy mit is szeretnénk, gondolkodtunk, és lassan körvonalazódott, hogy a ház adottságai mire alkalmasak. Rájöttünk, hogy természetesen múzeum mi nem lehetünk, hiszen az adottságaink, a képességeink, a képzésünk sem teszi lehetővé, hogy mi ezzel foglalkozzunk. Meg hát van nekünk a városunknak egy múzeuma, tehát mi ezt nem is céloztuk meg. Aztán rájöttünk, hogy tájháznak sem leszünk jók, hiszen van is a városnak tájháza, de megint csak azt mondom, hogy a ház adottságai ahhoz sem ideálisak. És akkor így jött az ötlet, hogy no de hát egy alkotóműhely. Az mégiscsak jó lenne egy olyan alkotóműhely, ahol majd összegyűjtjük a kézműveseket, és előbb-utóbb ezek a kézművesek már benne vannak a korban, tehát át kellene, hogy adják a tudományukat a fiatalabbaknak, és hát akkor ez alkalmas lehet, és úgy tűnik, hogy alkalmas is ilyen célra, és ezért gondoltuk, hogy akkor a hagyományőrzőház legyen egy alkotóműhely. Vannak olyan fiatalabbak, a fiatalabb generációból, akik mondjuk ugyanúgy zörgetik tovább azt a régi varrógépet, mint most a 70-80 éves idős nénik, vagy valamennyire sajátjukká tudják tenni, akár a pingálást, akár a hímzést? Én azt gondolom, hogy van, de nem, ezt nem lehet tömegével. Mint ahogy régen, a mi időnkben szinte nem volt olyan kislánya, akinek a kezébe ne adtak volna varót, és nem tanult volna megvarni. Ma már ritkaság számba megy, hogyha a mai fiatalok között van. Egy-kettő akad, aki érdeklődést mutat, egy kicsit azok, akik megszállottan szeretik a hagyományőrzést, és hát ők mindenféleképpen próbálkoznak, de nem gondolom, hogy tömegével lenne jelentkező. Inkább azt mondom, hogy ha mit gondolunk, vagy kit gondolunk öregnek, vagy fiatalnak, inkább a középkorosztályban akad, aki szívesen próbálgat ezt is, azt is. Milyen programjaitok vannak? Rendszeresek ezek, vagy inkább mindig, ahogy éppen az élet alakítja, ahogy ráértek, vagy ahogy igény mutatkozik rá? Vannak, talán mondhatnám most már visszatérő programjaink is, hiszen a hagyományok napja, az a házszentelő napja, az április 30-a, azt mi szeretnénk minden évben megünnepelni, vagy hagyományőrzők napja,
ként, és akkor mindig összegyűlünk, és meg is hirdetjük, várunk is érdeklődőket. Úgyhogy ebből hagyományt teremtettünk már, úgy gondolom, mert ez már többször is megtörtént. Aztán nyitva van a ház a nyári időszakban. Májustól szeptemberig, hétvégeken mindig nyitva vagyunk, valaki kézműveseink közül valaki ott van, és hogyha arra látogató betéved, akkor mindig tud tájékoztatást kapni, illetve hát természetesen megnézni a házat. Egyébként meg hétköznapokon lehetőség van arra, ki van írva a telefonszám, lehetőség van arra, hogy egyeztessenek időpontot, és természetesen a hétvégi nyitvatartást, nyitvatartáson túl is meg lehessen nézni a házat. Erre is lehetőség van. Aztán próbálunk rendszerességgel egy-egy olyan programot oda beiktatni, ami majd előbb-utóbb beépül a köztudatba, hogy tudom, húsvét előtt tojást festünk, hogy télvíz idején disznótort tartunk. Persze ennek nem csak a mi akaratunk elegendő ehhez, hanem azért ennek van anyagi háttere is. Már nem a tojásfestésnek, annak talán kisebb, de egy hagyományos disznótornak azért igen, hát az nem két fillér, oda azért anyagi háttér is kell, hát ez mindig függvénye annak is, hogy milyen támogatottságot élvez a dolog. Disznótoron kívül mi lesz még esetleg a következő program, ami mondjuk úgy nyárig biztosan lesz? Hát a disznótor után a következő az éppen nem a hagyományőrző házban lesz, de a hagyományőrzők, kézművesek részt vesznek rajta. Ismételten meghívást kapott a kézműves közösségünk Berlinbe, a Messére, erre a nemzetközi vásárra, kiállításra, és hát mégiscsak szerepet játszik benne a hagyományőrző ház is, hiszen a házban lévő bútorok egy része is átkerül Berlinbe, mint ahogy az már 17-ben is előfordult, tehát akkor is megtörtént, hogy bútorokat is kellett vinnünk, és egy kis szobát ott berendeztünk, és abban mutattuk be a kalocsai népművészetet, a kézművességet, és ez így lesz most az idén januárban is, 18-ától 27-ig tart ez a nemzetközi vásár, és mi 17-én repülünk, és 28-án jövünk vissza, úgyhogy reméljük megint sikerül népszerűsíteni a kalocsai népművészetet. A 25. kalocsai kincsesládában Cselik Mária, Romsics Lászlóné, Kalapos Istvánné, Dávid János, dr. Mészáros István, dr. Kovács Istvánné és Szelecki Attiláné előadását lehetett meghallgatni. December 15-én a Bajai Városháza dísztermében adták át az elismeréseket azoknak, akik sokat tettek munkásságukkal a Duna melletti városért. Ez alkalomból dr. Bábel Balázs, kalocsa keskeméti érsek a várostól díszpolgári címet kapott. 2018. decemberében tartotta a Baja Város képviselő testülete az évvégi ünnepi ülését, mely keretein belül elismerést vehettek át azok, akik sokat tettek a városért. Ezért a városatyák úgy döntöttek, hogy a kitüntetettek között lesz Bábel Balázs, kalocsa kecskeméti érsek is, akit a város díszpolgárává avattak. Előzőleg megkérdezik az illetőt, hogy elfogadja-e. Mert hát nagy fiaskó lenne, hogyha valakit meglepetésszerűen hívnának, hogy jöjjön, nem mondjuk meg, hogy mi is, ott derül neki, hogy ő ezt nem akarja elfogadni. Hát engem megkérdeztek, elfogadtam, nem kértem, de nem is utasítottam el, hanem egyfajta derűvel nyugtáztam, hogy hát ők így tartják jónak, akkor elfogadom. És hát itt a nemzet és keresztény tudat ébren tartása és erősítése volt a megokolás annak, hogy a város adta ezt a megtisztelő címet. Baja a régi városom. Minden katonaviselt ember szokta emlegetni azt a helyet, ahol ő katona volt. Hát így én is, de nem annyira a laktanyák világát szoktam emlegetni, hanem amikor egy félnapos kimenőm is volt, én akkor, hát nyilván nem publikusan, hanem rejtve, nem lehettünk be katonaruhába, ez volt a megokolás a templomba, de hát én papnövendék voltam,
nem tudtam volna nélküle lenni, hogyha egyszer akárhogy is bejutok. Nem csak a templomokat kerestem föl, hanem az akkori plébánosokat, akik közül voltak itt, még itt értem, mint érsek, és megmaradt a jó kapcsolatom. Ez most azt jelenti, hogy a mostani bajai papság, vagy akár a polgármester úr is kevéssé ismeri az akkori egyházi személyeket, mint én, mert ennek most már jövőre nem. Az idén lesz 50 éve, hogy oda bevonultam, tehát akik akkor idős emberek voltak, már rég meghaltak. Azok is jó emléket hagytak bennem, és volt, akivel ugyannyira kapcsolatban maradtam, hogy meghívott lelki gyakorlatra káplánként, ott még eskedtem, és azok fölkerestek, én már rég elfelejtettem, hogy ott voltam, illetve az aranymisét is én tartottam, én voltam a ünnepi szónoka, tehát az egyházi életet sok szálon kötöttem, és emlékeket őrzök erről. A mostani időben, hát mindig van alkalom, hogy oda is elmenjek, két okon több temploma van, és két iskolája van. Egyik a Szent László úgynevezett AMK, ott is meg szoktam fordulni, bár az a nővéreké, de hát ez nem jelent gondot a meglátogatásukban. És újabban van egy periférián lévő iskolánk, nehogy azt mondják, hogy csak az elitiskolákat keresjük, hanem hát tényleg a város peremén élő gyerekek, cigány gyerekek járnak oda túlnyomó részt, és hát a Szent Balázsról neveztük el, ugye Szent Balázsnak van köze az iskolához, nem ehhez, hanem úgy általában a középkorban a gyerekek Balázsjárás címen gyűjtögettek a tanítónak. És még most is vannak ilyen játékok. És én részt vettem már ilyen középkori játék előadásán, méghozzá Dunapatajon. És ezért is, hát meg hát a védőszentem is, de nehogy azt mondják, hogy azért választottuk, hogy na még ezáltal is a színejavát kiválasszuk, hanem pontosan az elhagyatott gyerekeket karoltuk föl, és szemlátomást változás van az életükben, ezt maga az alpolgármester asszony is mondta. És hát a televízió jóvoltából, a Kalocsai TV jóvoltából rendszeresen nézik a hitanóráimat. Úgyhogy onnét is kapok vissza a csatolást, hogy örülnek neki, látták, hallották. Tehát ez is egyfajta szellemi kapcsolatteremtés a bajaiakkal. Hogy hányan nézik, én azt nem tudom, de többen jelezték, hogy szokták nézni, és hát ez is egyfajta szellemi jelenlét ott a városba. A városháza azt kevesen tudják, hogy az érseki alapítású. Tehát ami a Béketéren, vagy most Szentháromság térnek hívjuk újfent, lévő gyönyörű épület, az elődjében vagy alapjaiban a kalocsai érsek által építetett. Úgyhogy még ez is egy fajta folytonosságot jelez. Hát így történt, hogy valaki ajánlotta, a polgármester úr adott egy ilyen dísz oklevelet, és a város országgyűlési képviselő és Zsigó államtitkár úr is gratulált. Egy nagyon szép ünnepség volt, ami nem pusztán nekem szólt, nyilván maga a dísz, a megköszönő beszédben elmondtam, az nem egy emberé, hanem azoké is, akik körülveszik, akik segítik, és így tovább. Tehát én egy kollektív kitüntetésnek tartottam, ilyen formán még a Kalocsai TV is részesült ebben a kitüntetésben. És hát másokat ott ilyen-olyan címen a városban jutalmaztak, díjaztak. Azok közé voltam én is besorolva, de a díszpolgárságot évente csak egy embernek adják. Hát most én kaptam. Érsek úr, ez a cím jár-e nagyobb felelősséggel? Hogy érzi? Hát természetes, hogy az ember, ha egy város megbecsült polgáraként híresült el, idézőjelben mondom, hát akkor nyilván, hogy vigyáznia kell. Ez nem azt jelenti, hogy ne köpködjek az utcán, meg ne igyak, ugye, hogy ezt eddig se tettem, hogy nehogy azt mondják, na, láma díszpolgár, hanem hát mégis nagyobb támogatást, odafigyelést megmondom, hogy
Ez egy bizonyos összegű kitüntetéssel jár. Kérdeztem a polgármester urat, hogy van adókötelezettsége, mert én ezt könyvek formájában a Szent Balázs iskolának nagyjából ezt az összeget tetszenek látni, ma ezekből is visszaadom az iskolának. Van más település, ahol még szintén díszpolgár? Igen, igen. Dabason is, Lajosmizsén is. Nem, Kerekegyházán. Kerekegyházán. És a kezdetén valami város kulcsát, vagy mi a csodát kaptam. Kecskemét, hogy ekkora nagy kulcs, az ember nem tudom milyen. Van hozzá papír is, hogy miféle kitüntetettje voltam akkor a városnak. Hát igen, ezt kaptam. Hova kerül ez a szép oklevél? Hát én ezt egyelőre beteszem az összes iratok közé, hogyha valaki majd, mert hát ugye a fontos iratokat, amíg élek, gyűjtöm, doktori diploma, püspöki kinevezés, stb. Nem, mint hogyha én ezt naponta nézegetném, hanem ezek ott vannak bent. Amikor kapok érmet, akkor, vagy bármilyet, azt a könyvtárunknak ilyen vitrin szekrénye van, ott két szekrény már tele van, ilyen-olyan alkalmakból, vagy csupán ajándékba is kaptam. Hát most mit tartogassam egy dobozba, nekem nincs annyi bútorom, ott viszont numizmatikusok, így hallom, előszeretettel nézegetik. Mert ott egy két szekrényre való, hát volt, ami úgy kaptam, hogy római kori pénzek, vagy későbbi ilyen-olyan címen kapott. De nem kívánom azt, hogy mint annak idején Párnán vitték a kitüntetett utána a koporsója, utána erről szó sincs, mert nem így vagyok vele. Hát ott vannak, ezek is ott lesznek betéve a többivel együtt. Tűnő időm nyomában címmel nyílt új időszaki kiállítás a Városi Galériában. Takács Márton tárlatának megnyitóját múlt héten, pénteken tartották. A művek február 9-ig lesznek megtekinthetőek városunkban. Múlt héten, pénteken Takács Márton Tűnő időm nyomában című kiállításának kalocsai debütálására várták az érdeklődőket a Városi Galériába. A tárlat nyitó beszédét Busa Kristóf, Miskolci György, Pap Róbert és ifjabb Pap Róbert dala előzte meg. Thank you.
A kiállítást Kosinski Rihárd, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány művészettörténésze nyitotta meg. Takács Martin alapítvány nem olyan régen ismertem meg közös munkát kapcsán, amit talán helyesen ma úgy fogalmazok meg, hogy én vezettem Marci munkáját. Ez egy szép hasonlóváltáshoz volt leginkább hasonlatos. Először egy-két karcot láttam tőle, aztán ezek összeálltak egy egész sorozattá, majd jöttek másrajzok, akkor ellen. Bújtam az apró részleteket, jóval belültem magamban egy-két fricskán, és többé már nem tudok a Dunára vagy a Margit hídra egyszerű városképként tekinteni. Megtanultam, hogy a tapancs az édes. Aztán egy napon, ahol máshol, a Kogár kávézójában egyszer megláttam egy hóriborgas, hákakorvas törényi alakot, aki első kicsit kurács egy garabanciás eltöttette eszembe. Na ő volt Marci. És így hasonlott ketté, vagy vált szét a hóra alkotó mítoszom. Az addig hasonlós művész, aki melankolikus világokat hozott létre, találkozott a valósággal. Egy életikendően melankolikus, de mindenképpen szórakoztató figurával. A feleségem így szóta be, hogy sok jelenet lehet. Azt hiszem ez a fajta elbeszélésem, hogy hogyan is ismertem meg ezt a teljességével Takács Mártont és művészetét, kicsit értelmezés lesz. Azonnal ki is fejtem, hogy miért, csak hadd nézzek ide még egy hivatkozási pontot, amelyet maga Takács Márton is mindig felemleget, Csernus Tibort. Ez egészen friss élményem, és igazából ennek a kiállításnak a kapcsán értettem meg, legalábbis úgy gondolom, hogy sikerült, hogy Marci miért is hívja a tanuló Csernust, nem a koronitját, vagy a formáit, hanem a gesztuseit, illetve talán azt, hogyan Csernus az időt kezeli. Van ugyanis Csernusnak egy festménye, amelyen talán valaki a tőle megszokott érdeklődő módon vagy egy holttest felé, melyet éppen kiemelnek valami gödörből. Az egész jelenet valami beteges sárvákkal, tocsok, kavalkál az egész, amelyben a jobb alsó sorokban szinte belakban egy fényképezőképes alak, akinek már a kattintás előtt a kamerával temettek grimaszoló ábrázatában Csernus nevűen ismerültek. Finálatosan tanulságos az egész jelenet, méghozzá a képalkotás szempontjából. Ez az a dokumentarista, a pillanatot elragadó és gyűjtögető magatartáshoz, ami azt hiszem leginkább leírja az itt látható képeket is. Marci ugyanis nem tudta levetkezni a Vándor szerepét, aki félig eltűnő emlékeket gyűjtöget, és nagyon próbál rájuk emlékezni. Mert nála szétválik az emlék, és jobb szó híján a memória. A múltat nem lehet felidézni, hogy megismerni a maga realitásában, történelemként. Ez is jelzik, és így ekkor is ekkor volt, pont, de vagy a de ha mitosszá válik, mi legendánká, akkor színeket kap. Akkor már nem elmúlt dolog, hanem ez van. Marci festményei olyan személyes emléklapok, kicsit kuráztatott Mádler sütemények, amelyek azt mutatják, hogy ez van, most. A holtban mostot csinál, de egyfajta kizetkedett időben, mert közben minden relatívá vált és nincs egy X-pontunk. Marci nem azt festi meg, ami már nincsen többé, hanem ami egyszer valahol egészen biztosan volt. És ezért citáltam egy Csernusnak a szemével. Marci képei olyan pillanatképek, amelyek gondolkodásokban egy folytonosan kattogó pusér fényképezőgép produktumai lennének, amelyek a megragadott mozzanatot örökábrázolás beégetik. Az ábrázolás pedig emlékeztet, hitelesíti és élővé teszi a valóságot. Az alapok az ábrázolás által válnak létezővé. Takács Márton született 1970-es, stb. Létezővé. Másnak így nincsenek, és nem is voltak ezek a helyek és emberek. Ahhoz túlságosan is személyes. Ez Marci Babettie, az ő Csernusa, az ő apja és az ő anyja. Hogy amikor Marci álmosan beosolt a Krusztisztúr isletbe és lekapta Herbert költösét, az is csak félig homályos. Terhes pillanatra világázol az intenzitás pillanatait, a punktumot. Whitefield-ek talán már kihallották az eddigi mondókámból, hogy Takács képei kapcsán leginkább egyfajta fotográfiai látásmódot próbálok kibontani a festményekből, amiért remélem támogatszik meg Marci. Mert én úgy látom, hogy a festmények pont azért, mert különböző idősíkok meccéseivel vannak el, a fényképek a aura megőrző tulajdonságait hordozzák. Vagy ha még pontosabban akarok fogalmazni, akkor még tovább kell mennem, és a képeket a film nyelvéhez kell hasonlítani. Egy-egy filmrészlet ugyanis nem szabad elfelejteni, egy projektált több képkockából, több pillanatból összefűzött állókép, egy kifacsart táborúja. De mindenképpen is meghatározóan időben. Takács Marci amellett, hogy témáiban is összehozza a régmúltat a jelenben, nyilván akarva festői jelenzetében is ehhez igazodik. És így már nem is olyan különös, hogy hogyan kerülhet egy napra a festmény a filmben. Egy új és különösebb hangnál, ami képes élőként és valóságosként ábrázolni olyat, ami talán nem is volt. Azt mondtam, az ábrázolással válnak létezővé a dolgok.
Nos, létezni csak időben lehet, ez mindannyian karok nyomorúsága, és ezért az ábrázolást felülírja annak hitelesítő erejét. A lerajzolással, a festéssel, a pillanat elrablásával, ugyanis olyan tényvegállapítást tesz a művész, amely nem a tárgyra, hanem az időre vonatkozik. Marci emlékei éppen megtörténnek, és éppen az erre való elszűnésében volnak is el. A felidézés örök kényszere, a képek gyűjtése, a tűnőképek, a terv tűnőképeinek is időt, nyomába eredése, ezért minden kép megmaradása. A művész alapjában véve eredetileg grafikus, ám korábban rézkarcolása is foglalkozott. Festő alkotói munkáját pedig már több mint egy évtizede végzi. Grafikus vagyok, tehát 95-ben végeztem a képzőn, akkor még sokszor a Tografika nevű tanszéken, amit ma képgrafikának hívnak, és eredetileg rézkarcolással foglalkoztam nagyon sokáig, kb. 12 éve festek, úgy alapjában ilyen szakmai nacionálé az ennyi. Igazság szerint kimondottan csak a festészeti munkásságomból tettem össze egy anyagot, amit én úgy hívok, hogy a tűnő időm nyomában sorozat, tehát amióta festek, azóta tulajdonképpen ugyanazt az egy dolgot csinálom, egyfajta magánnaplót festek, ami nem azt jelenti, hogy valóságos események, inkább csak amerre járok, kelek, nekem tetsző helyszínek, témák, amik valami módon, indirekt módon talán kötődnek életeseményekhez is, de még csak nem is feltétlenül. Úgyhogy ebből az anyagból, és jellemzően inkább az utóbbi pár évnek az anyagából válogattam, nem a kezdeti festményekből. Miből meríti az ihletet a művekhez? Hangulatok. Elsősorban, tehát mondom, ahogy jövök, megyek az életben, ahogy megragadnak pillanatok, helyszínek, sokszor esetleg úgy, hogy van valami személyes történés, ami összekötődik egy-egy képpel, nem is, valójában talán nincs is kapcsolata a két dolognak egymáshoz, csak az én szabad személyes asszociációmban. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy egy tudatos építkezéssel dolgozom, hanem inkább hagyom azt, hogy a dolgok hassanak rám. Mi a kedvenc anyag, amivel szeret dolgozni? Elsősorban olajjal festek vászonra, de nagyon szeretek akvareleket is csinálni, tusrajzokat, úgyhogy nem tudnék ilyet mondani, hogy a kedvenc anyagom, inkább azt mondanám, hogy időszakokban éppen egy-egy dolog a legjobban érdekel. A Kalocsai Galériában a kiállításai január 11-től február 9-ig vasárnap és hétfő kivételével minden nap 10 és 12 óra között, illetve délután 2 és 5 óra között látogatható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket magazinműsorunkkal, a jövő hét folyamán is jelentkezünk. További kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!